A most induló képzés olyan bizonyítványt ad, amellyel az egészségügyi területen ápolói szakképesítéssel lehet elhelyezkedni. Ez azért is nagyon fontos, mondta Dömötör Csaba, a Tolnavár megyei szakképzési centrum kancellárja, mert helyben helyi embereket helyi szakemberekkel képeznek ki az egyik legszebb hivatás alapjaira. Mindez összefogással valósulhat meg. A kórház, a szakképzési centrum, itt helyben működő iskolája és az önkormányzat közösen fogott össze, immár másodszor ezen a területen, hogy ez a képzés el tudjon indulni és működjön. Az a nagyon jó hír, hogy ezt az állam finanszírozza. A szakképzés átalakítása során két szakma, illetve egy szakképesítés ingyenessé vált a mindenki számára, minden magyar állampolgár számára, és ezért van az, hogy akik most ide beléptek, nekik még ez az első szakképesítésük, ezért ez számukra ingyenes, tehát ez így egy nagyon jó konstrukció még mellette. Én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb a helyieknek az erősítése minden esetben, mert a szakképzési centrum és az iskolái mindig munkaerőpiac igényeire kell, hogy mozduljanak. Itt megjelent egy nagyon erős igény a munkaerőpiac részéről, hiszen, mint ahogy hallottuk is, a kórház vezetésé folyamatosan küzd azzal, hogy az átalakuló egészségügyben folyamatosan legyen ember. Tudatosan építkeznek, szisztematikusan építkeznek, és mi ehhez tudunk segítséget nyújtani a háttérből, és ezért nagyon fontos nekünk ez az együttműködés és ez a képzés. A Dombóvári Szent Lukács Kórház biztosítja az elméleti és gyakorlati képzés színterét, valamint az oktatókat is ők adják a képzéshez, valamennyien a kórház dolgozói. Az elmélettel párhuzamosan, de gyakorlatorientáltan folyik majd az oktatás, tanulás, mondta a dr. Kerekes László, a Dombóvári Szent Lukács Kórház főigazgató főorvosa. Egy általános ápoló és asszisztens képzést indítunk a Vármegyei Szakképzési Centrummal közösen. Ez azt jelenti, hogy ezek, akik ezben részt vesznek, akkor általános ápolói szakképesítést szereznek, és asszisztensit is ezzel dolgozhatnak fekvőbeteg osztályokon, bármilyen osztályon, illetve asszisztensként járóbeteg szakrendeléseken. 8 általánost végzett elvégzetteket iskolázunk be, vannak oktatóink, más területeken is, duális képzésben is részt veszünk, egyre inkább próbálunk bekapcsolódni az ápoló képzésbe, hogy ezt fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelés szempontjából, hiszen meg kell erősíteni mindenképpen az ápolói kört, ez az egész magyar egészségügyi ellátás és a helyi lakosság érdeke is egyaránt. És vannak olyan munkatársaink, akik szociális gondozók és ápolók, ők még nem jelentkeztek, próbálunk velük is esetleg megállapodásra jutni, hogy ezt is végezzék el, hiszen a jelenlegi végzettségük alapján ez egy előrelépést jelentene nekik is, ha ezt a képzést elvégzik, hiszen ami van nekik végzettség, az elsősorban a szociális intézményekbe történő ápolásra szolgál. Dombóvár város számára fontos ez a képzés és a kórház is, hiszen akkor igazán az övék, ha mindent megtesznek érte, mondta Pintér Szilárd polgármester. A szerkezetváltozások, kapcsolatos döntések megszülettek, és Dombóváron továbbra is működni fog a kórház. Ahhoz, hogy működjön, ahhoz szakképzett ápolókra van szükség. Nyilván az elmúlt két évben második képzés indult, amikor Dombóvári járásban lakók indultak ezen a képzésen. Én nyilván megkértem őket, hogy ezt nagyon vegyék komolyan, hiszen ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy Dombóvári kórház és a mi kórházunk, azok bajok a jövő zálogai, hiszen ez a kórház addig működik, amíg meg tudjuk tölteni humán erőforrással. Nyilván sajnos betegből mindig van elég, de azt gondolom, hogy az a kiürülő tér, ami megmarad ebben a nagy épületben, a rehabilitációra kiváló lesz, erre viszont nagyon szükség van az szakképzett ápolókra. Az ápolóképzés május 22-én hétfőn indul. A szakképzési centrum, a kórház és a város vezetői megnyitót tartottak az egészségügyi hivatás iránt elkötelezett jelentkezők számára Dombóváron.